Bonyhádváros legutóbbi képviselőtestületi ülésén számos napirendi pontról tárgyalt a városvezetés. Többek között döntöttek arról, hogy a családi pihenőparkba térfigyelő kamerákat helyeznek ki. Ez egy rendelet szabályozza, hogy a térfigyelő kamerák a városban hol, milyen pontokon és hány darab van kihelyezve. Ennek a rendeletnek a módosítását kellett elfogadni a testületnek, amelyet egyhangulag támogatott is a képviselőtestület. Jelenleg így 15 helyszínen 19 kamera van, közterületi figyelőkamera, amely remélem, hogy a jövőben segíti majd a munkánkat és a rongálásoknak a csökkentését. Fontos napirendi pont volt még a Pusza Hungarika pályázathoz való felhíváshoz való csatlakozás. Minden évben megteszi ezt az önkormányzat, így tettünk idén is, és várjuk ezúton is valamennyi főiskolás egyetemista hallgatónak a jelentkezését, hiszen egy jelentős támogatásról van szó. A jelentkezési lapok mind a város honlapján, Facebook oldalán és itt a hivatalban is majd elérhetők lesznek. Döntöttünk a Varázskapu bölcsőde és óvodának a nyitvatartási rendjéről, ugye neveléséről van szó. Minden évben szeptember végén dönt erről a képviselőtestület, mint fenntartó, hiszen megvárjuk a szülői értekezleteknek az eredményét. A legfontosabb, hogy az ő igényekhez tudjuk igazítani az óvodáink és a bölcsőde nyitvatartását. Így történt ez most is ennél a döntésnél, és figyelembe vettük valamennyi kérést, és ez alapján határozta meg a képviselőtestület az idei nevelésében az intézménynek a nyitvatartási rendjét. A nyílt ülés egyik legfontosabb napirendi pontja volt az energiatakarékossági intézkedések meghozatala. Egy energiaválságos időszakot élünk világszerte, így Magyarországon is, így konkrétan Bonyhádon is sem tudunk ezzelől kitérni. Az önkormányzatokat is érinti az a drasztikus energiaváltozás, árváltozás, amely mind az ára, mind a gáz tekintetében már gyakorlatilag bekövetkezett, és folyamatosan várhatók még áremelések, hiszen az intézményeink különböző szerződéseket kötöttek az elmúlt időszakban, de jellemzően többségében elmondható, hogy évvégén fog a legtöbb szerződésünk megszűnni, és 2023. január 1-től tudunk majd új szerződéseket kötni, mind áram, mind gáz beszerzés tekintetében. Ezért döntöttünk arról is, hogy egy központosított közbeszerzési eljárás keretén belül fogunk energiát beszerezni 23-ra vonatkozóan a városba. Ez is nagyon fontos döntés, hiszen ha együtt csomagban intézzük ezt, bízunk benne, hogy kedvező árakat tudunk a szolgáltatóktól az eljárás során kapni. És azokat a pontokat, amelyeket most a testület meghozott, azok ugyan érintik a lakosságot és valamennyi intézményünket, de igyekeztünk olyan döntést hozni, amely a legkisebb problémákat veti fel. Szükségesnek tartjuk ezeket a lépéseket. Remélem, hogy elegendők is lesznek, de ezt majd a jövő eldönti. Én röviden összefoglalnám, hogy pontosan mik ezek a döntések, hiszen a város valamennyi lakosát érintheti. A képviselők döntöttek arról is, hogy a fűtési időszak ideje alatt a Pittypang óvodát átköltöztetik a Varázskapu óvoda és bölcsödébe. Valamennyi döntésünk egyébként arról szól, hogy az október 15-e és jövő év április 15-e közötti hivatalos fűtési időszakra vonatkozik. A Pittypang tagóvodát a döntés értelmében átköltöztetjük a Liget óvodába erre a fűtési időszakra. Bízunk benne, hogy a szülők is megértéssel fogadják majd ezt a döntést. A jövő héten sor kerül egy olyan szülő értekezetre, ahol minden egyes szülő erről tájékoztatást fog kapni. Természetesen fontos volt az is, hogy a valamennyi intézményünket áttekintsük, így a sportcentrum tekintetében is hoztunk döntéseket. Az a kúria épület, a Percel kúria, amely a sportcentrum fenntartásában, üzemeltetésében van, azt a fűtési szezonra sajnos bezárjuk, hiszen egy olyan gázfogyasztás és áramfogyasztás van ebben az épületben, amit a jelen helyzetben szükséges megtakarítanunk. A labdarúgó egyesületekkel van olyan háromoldalú megalapodása az önkormányzatnak, illetve a sportcentrumnak, amelyben az ingyenes használatra jogosította fel őket. Ezeket a szerződéseket a testület felhatalmazott arra, hogy felülbíráljuk, felülvizsgáljuk és tárgyalásokat folytassak az egyesület vezetőivel, hogy hogyan tudnak az ingyenességtől eltérően a rezsiköltségeknek a fizetésébe támogatással beszállni. Emellett a Vörös Marti Mihály Művelődési Központba költöznek a Városi Múzeum és a könyvtár dolgozói. Ők napi munkavégzés szintjén ebben az épületben fogják ellátni a feladatukat, azzal, hogy a múzeum látogatók sem sérülnek, mert előzetes bejelentkezés alapján
Természetesen például a jövő héten megnyíló kiállításunkat is látogathatják majd mindazok, akik erre kíváncsiak. De maga a múzeum épülete bezár a fűtési időszakra, de bejelentkezés alapján látogathatóvá válik. A Városi Könyvtár tekintetében olyan döntés született, hogy a dolgozók, mint ahogy említettem, a Vörösmarty Mihály Művelési Központban fogják ellátni a feladataikat, de egy héten kétszer, hétfőn és pénteken lehetőség nyílik 14 és 18 óra között a kölcsönzésre. Nyilván egy temperáló fűtés minden egyes intézményben lesz, hiszen az egyéb energiahatékonysági döntéseket is, úgyis azt is figyelembe kell venni, hogy károkat se okozzunk ezekben az épületekben. Az állagmegóvás és a fagyások tekintetében is körültekintően igyekeztünk eljárni, de emellett is lehetőséget biztosítottunk a kölcsönzésre. Már a veszélyhelyzetben kialakult egy olyan rend a Városi Könyvtár dolgozóinak a javaslatára, ami nagyon jól bevált, hogy házhoz menő szolgáltatást is biztosítanak a város lakosságának. Ez ebben a téli időszakban továbbra is fenn fog állni, ezzel a lehetőséggel is élhetnek majd a város lakosai. Szeretnék arról tájékoztatást adni, hogy itt a hivatal épületében, ahol most is vagyunk, pénteken nem lesz nyitvatartás. A jegyzőasszony kérésére a hivatal dolgozói pénteki napokon home office-ban fognak dolgozni. Valamennyi főfogadási rendünk változatlan, tehát a kedd és csütörtöki főfogadás továbbra is változatlanul működik, és bárki fordul az önkormányzathoz, illetve a közös önkormányzati hivatalhoz, mindenkinek az ügyében ugyanúgy el fogunk járni, csak a pénteki napon nem lesz nyitva a hivatal. Illetve a tanúszoda nyitvatartási rendje is megváltozik. A hétköznapokon 8 órától este 21 óráig lesz látogatható. Ez azt is jelenti egyben, hogy miután tanúszodáról beszélünk, a hétköznapokon a reggeli 6 és 8 óra közötti időszakban a város lakossága az intézményt a fűtési szezonban nem tudja látogatni. Ugyanakkor hétvégén korlátozásra van szükség, szombaton 8 és 12 óra között, vasárnap pedig 14 és 18 óra között lesz a jövőben látogatható a fűtési szezon ideje alatt a tanúszoda. Még egy konkrét döntést hoztunk a tanúszodával kapcsolatban. Hosszabb időszakra érdemes leállítani folyamatosan az úszodát, hiszen azt is végig kell gondolni, hogy ez egy olyan sajátos üzemeltetésű intézmény, ahol hiába van egy-két órára zárva, a vízforgató rendszernek ugyanúgy kell működnie, a vegyszereket ugyanúgy kell használni, hiszen a vízminőséget folyamatosan biztosítani kell. A személyzet bére, ez a költség is ugyanúgy fennáll, ezért egy-két napra bezárni nincsen értelme. Ezért döntöttünk úgy, hogy a hétvégén egyik nap délelőtt, másik nap délután a város közönsége számára továbbra is egyelőre biztosítjuk a látogatás lehetőségét. Viszont egy téli időszakban, amikor az iskolások nem látogatják a téli szünet idejére, ezt egy picit meghosszabbítva december 17-e és január 8-a közötti időszakra már most úgy döntöttünk, hogy a tanúszoda bezár. Valamennyi intézkedést többször átbeszéltek az intézmény vezetőkkel, mielőtt a képviselőtestület döntést hozott az utóbbi fontos kérdésekről, mondja a polgármester. Hiszen ellenükben sem akartunk dönteni, és olyan döntést sem szerettünk volna meghozni, ami olyan súlyos következményekkel járna, ami felborítaná a város működésének a rendjét. Én nagyon bízom benne, hogy egyelőre ezek a döntések, ezek az intézkedések elegendők lesznek ahhoz, hogy ezt a telet átvészeljük. Bár látunk már arra utaló jelet, hogy olyan drasztikus áremelkedések várhatók saját intézményünk tekintetében is, amit a legnagyobb odafigyeléssel, gondoskodással sem lehet kigazdálkodni, hiszen pontosan tudjuk, hogy mennyi egy éves energiaköltsége a városnak. A 21 évre vonatkozó adatokat nézzünk, ez egy 100 milliós nagyságrend. Ha csak néhányszoros áremelkedésről beszélnénk, mondjuk egy ötszörösről, az is már fél milliárd forintot tenne ki, és hát közel nem ötszörös árakról beszélünk, hiszen például a fűtőmű tekintetében, ami szintén városi cég, 15-szörös árral dolgozhat, és ilyen áron tudja beszerezni az eddigi időszakhoz képest, október 1-től már ez a cég a gázt. Ugyanakkor a lakosság nem fizet többet a távfő szolgáltatásért. Nem nehéz belátni senkinek józan gondolkodással, hogy ezekre a döntésekre szükség van, és bízom benne, hogy további szigorításokra viszont nem lesz szükség.